Most, amikor újra láttad a filmet, akkor mi volt az első benyomás, az első érzés, vagy az a dolog, ami áthatott téged? Ezt majd én is szeretnék erre kontrában mondani valamit. Tulajdonképpen kicsi dolgok, tehát például az, hogy rögtön ráismertem a Gotárra. Tehát, hogy itt a Gotár, a tej, tehát mindent, amit ő tud, az itt ott van. Ez nagyon, nagyon jó. Én néha beleordítok, jó, nincs mikrofon, oké. Megintam. Ez azért fontos, mert a tévéfilmjei után a Gotárnak ez volt az első nagy játékfilmje. Tehát megtalálta az embereket is, megtalálta a Selmecit. Ugye megkockáztatom, hogy a Koltainak az egyik legjobb filmje ez. Ugye ő volt az, fantasztikus, ahogy ez fényképezve van. Tehát, hogy nem tud olyan nagy teret fényképezni, hogy ne húzzuk össze a fejünket. Tehát minden szűk, minden ilyen kicsi, minden, az egész ország egy albérlet. Mind bárhol, ha idő megyünk át, ha ez, az is minden kicsi. Na, azt nem tudom, ha van itt filmes ember, vagy az majd meg fogja tudni mondani, az egészen fantasztikus fényügyeket. Tehát, hogy minthogyha nem volna természetes fény sose, hanem mesterséges fényeket csinál. A mesterséges fények egyrészt ugye ebbe a őszutó barnába van tartva, és abból hirtelen jönnek bele ezek az éles fehér fények például, amit az előbb ott megforgattunk például. Tehát ezek a neon fények. Például nagyon következetes. És akkor vannak ezek a ugye az akkor egyáltalán nem szokásos tulajdonképpen ilyen metanyelv felé mutató dolgok, ezek a jelezzük, hogy kint is vagyunk, bent is vagyunk, tehát ezek a kamerába való nézések, amit egész finoman csinál, tehát kicsit gondolkodnék, hogy tényleg oda néz bele, tehát nem állítja meg úgy, mint bizonyos olasz filmekben vannak, hogy elkezd beszélni a nézőhöz, tehát ennél sokkal finomabb és radikálisabb a dolog. Vagy ugye egyszer emlékeim szerint ugye meg is áll a jelenet. Igen. És néz három bele. Szem. Igen? Meg? Tehát igen, egy ilyen családi képzerűség. És akkor fejezetet, mert első, tehát amikor én hosszú idő után először újra néztem, akkor én is egyet vettem észre, amikor megáll a kép, ugye, és kinéznek a képből. Belnéznek a kamerába, és kinéznek ránk, és ez három ilyen, és szerintem nagyon izgalmas, hogy miért pont az. Az első, amikor a szerető és a feleség az óvodában először beszélget, és akkor emlékszel, hogy azt kérdezi az esztergás Cecília, és hát a szerető, hogy és most mi lesz, és erre azt mondja a Pogány Judit, a feleség, hogy hát majd ki kell találni, és hosszan belenéz. Aztán a második az, amikor a gyerekekről van szó, hogy a pasi az szerette a gyerekeket, és akkor mondja a másik nő, hogy tudom. De ez már ott furcsa, hogy miért szerette, hát a gyerekek még élnek. Tehát, igen. És a harmadik az, amikor tényleg a családi a szenteste, kocintás, a családi fotó. Hát beszélj elő, Péter, ha akarsz. Ez most csak így közbevetettem a konkrét. Nem, csak azt hiszem, hogy ugye én két filmben is dolgoztam a Gotárral, és tehát csak ilyen bedolgozó voltam. Úgy értem ezt, hogy tehát ugye egy film az mindenestül a rendezőjé. Tehát az mondja meg, hogy milyen. Jónak kell lenni, mindenkinek jónak kell lenni, zenét, aki írja, fodrásznak is jónak kell lenni, annak is, aki a forgatókönyvet így, de ezek mind bedolgozók csak. Ha nem így tekinti az ember magát, akkor az konfliktusos. Tetejéve a Gotárnak nagyon jó nyelvérzéke van. Tényleg nagyon jó nyelvérzéke van, és ez szabadjára van időnként engedve. És akkor van, tehát a forgatókönyvírás során van periódus, amikor kap az ember egy listát, hogy
ezeket a mondatokat kell elhelyezni valahol. És a mondatoknak a tulajdonképpen 70%-a organikusan elhelyezhető, és a 30%-a meg lehet brusztolni. Na most ezek azok a mondatok, amikről a kritika halálbiztosan meg tudja állapítani, hogy tőlem vannak. Itt is kiírta magának, hogy kis összegű valutális fogadásom lenne, hogy a tehát, hogy az nem a Bereményitől, vagy nem az Imre Zoltántól, nem is tudom, ki írta a forgatókönyvet, az Imre és a Gotár, vagy és a Beremény. A tanácsadó. Igaz, azt jelentette, hogy ők nem tudták megcsinálni, és a Bereményi megcsinálta. A magyar filmgyártás egy néhány évtizedében ez így volt. És ha baj volt, hívták a Bereményit, aki rendbe tette a dolgot. De improvizáltak is azért a lányok. Tehát az például az, hogy az egyszerű dolog, az, hogy én hiszek a végzetben, az biztos, hogy nem volt valamelyik filmben, már el akarta tenni. Mert a másik az, hogy ja, hogy a rum, hogy az mindjárt berobban a vércukor. Igen, a rum. Tehát az ilyen típusú mondatok. Ez volt az a rumozós, amire mondtam, hogy olvastam egy Pogány Judit interjúban, hogy megvolt a dialógus, csak nem tetszett valahogy, nem működött az egész, és utolsó pillanatban kidobták, és meg improvizáltuk is rendesen, és abban van ez a vércukor szintes. Tehát itt az a ugye, tehát, hogy mindig van valahol egy zongora. Csak úgy van egy zongora. És úgy fakadnak dalra, hogy nem, tehát ezek a pesti slágerek, tehát nem úgy van, mint egy dalbetét, hanem a beszédnek a természetes folytatása. Tehát az egésznek az abszurditása, az nagyon közel van a realizmushoz. Tehát, hogy mintha semmit nem csinálna, csak kicsit van arrébb tolva. Tehát, hogy nagyon sokáig nem értjük ezt a szerb dalárdát. Tehát olyan, mintha valami művészkedés volna. De nem, hanem aztán látjuk, hogy ennek oka van. És minden van, csak egy kicsit ferdébre téve, de közben megtartja a kis realizmusát. Tehát például érdemes volna, nem tudom, kockánként akár megnézni, hogy milyen tárgyak vannak. Ugye ez a másik nagy képessége a Gotárnak, a tárgyakhoz való viszonya. Hihetetlen. Tehát ugye nem véletlen, hogy színházban mindig ő csinálja, nem mindent ő csinál. Tehát ugye itt is nagyon finoman, hogy egyszerre realista is, és metaforikus is. Nagyon, nagyon vékony ez a határ, amit ő meg tud szólaltatni. És aztán szerintem nagyon fontos, tehát, hogy itt rátalált az arcaira, az emberekre, tehát a színészekre. Én persze úgy is nézem, mert kérdezted, és akkor... hogy mi volt az első. Az első nem ez volt, amit mondtam, már nem is tudom, hogy mit mondtam, hanem az a... Nem szeretek úgy beszélni, mint öreg ember, csak egyszerűen elmúlt egy csomó idő. Tehát, hogy ki mindenki halt meg. Hogy a Hetén is meghalt, a Temesi Héd is meghalt. Tehát, hogy Major, igen. Vagy emlékezni, vagy egyszerűen emlékünkbe idézni, hogy ki hogy néz ki most, és hogy nézett ki. Tehát mondjuk a Derzsi, hogy milyen lefegyverzően gyönyörű volt. Vagy a Hetényének van, ugye amikor kiszáll az ágyból, vagy ugye amikor átcsöngetnek, és akkor hirtelen látni egy ilyen férfi testet, és az erő, és akkor mennyi lehetett a Hetény, a 45. Ugye az régebben az nagyon öreg volt nekem, hogy maguknak is öreg. De nekem most már az elég fiatal. És akkor, tehát ugye ezek, vagy a legjobb a Derzsi, aki közben még ugye balesettel is lett, a szeme is másképp van, meg hogy most milyen... Látszik az a kelet-európai idő, ami közben... De ez persze nem tartozik a filmhez, csak az én nézésemhez.